Az 5. Rózsa Sándor Fesztivál határtalanul ásott halomtól hajdújárásig elnevezésű 4 napos rendezvény záró programját tartották vasárnap a Ludasító partján. 9 órakor kezdődött a főzőverseny 18 csapat részvételével, de voltak betyárpróbák, és a Rózsa Sándor szigeten elültették az ásott halmi Rózsa Sándor fa sarját, facsemetéjét is. Kétféleképpen főzték a halászlét, hagyományos dunai, vagyis bajai módon, vagy előre lefőzött alaplével. Hagyma meg a fűszerek vannak benne. És akkor tehát ebben az alaplében, és akkor utána? Alaplé, és mostan még főzzük, ízesítsük, és mikor kész, akkor körülbelül egy 10 percet főzzük benne a halat. Sokan érkeztek betyárruhában. Ez a valójában a délalföldi viselet. Az igazi betyárruha van az is nekem, az feketében, az tiszta feketében, mert hát ugye a betyárok, mikor mentek betyárkodni, a fehér szín azért nagyon föltűnő lenne éjjel. A betyárok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik kimerték mondani azt, amit egy általános parasztember nem mert. Tehát ugye a 19. században egy osztrák elnyomó rendszerről beszélünk, ők kimerték mondani, hogy ez így nem lesz jó. A látogatók egész nap csónakázhattak a Ludasi tavon, sétakocsival járták be a tó környékét, volt kézműves kirakodóvásár és sok más kísérő rendezvény. Hajdújárás és ásott halom vezetői a Ludasítóban található Rózsa Sándor szigeten elültették az ásott halmi Rózsa Sándor fas sarját. Levéltári adatok alapján 2 történelmi helyszín van, amelyhez Rózsa Sándor kötődik bizonyítottan. Az egyik az ásott halmon Rózsa Sándor fája, itt pedig a Ludasi tavon a Rózsa Sándor sziget. Ezzel az összefogást, a barátságot és természetesen a nemzet összetartozást is szeretnénk szimbolizálni. A halászléfőző verseny zsűrije szigorú elvárások szerint értékelte az egyébként ízletesre sikeredett remek műveket. Természetesen fontos a szín, és legfontosabb az, hogy a benne lévő hal az ne legyen szétfőve, és a másik, és a legeslegfontosabb az az ízvilág. A zsűri tagjai voltak még Horváth Tíme, a Szabadka alpolgármestere, és Varga Fábián, a hajdújárási helyi közösség képviselője. A zsűri szerint a legfinomabb halászlét a Palicsi nyugdíjas szervezet asszonyai főzték. A Rózsa Sándor betyár próba során patkót hajítottak, gumicsizmát dobáltak, és rúdtartásban versenyeztek a betyár jelöltek, itt a bajmokik Rekus Mihály győzött. A hajdújárási Rózsa Sándor fesztiválon jelen volt többek között Pásztor István, a tartományi parlament és a VMS elnöke, valamint Pásztor Bálint, köztársasági parlamenti képviselő is.